Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Sok dolog van, amihez Schobert Norbi nem ért. Nem ért például a párkapcsolatokhoz, bizonyította ezt, amikor a terhesség után elhízott döngőléptű nők ügyét taglalta, ahogy nem ért a kémiához sem, hiszen ő megtalálta a kokain vegyjelét. Az összeképlet, Norbi, összeképlet. Most a legfrissebb nem értése az a holdraszálláshoz kapcsolódik, ugyanis Hajdú Péter műsorában kifejtette azt, hogy miért nem történt meg a holdraszállás, és hogy miért kamu az egész, ezt ráadásul érvekkel is megtámogatta. Na most miattam tényleg mindenki úgy hülye, hogy akar, hihet a lapos földben, tagadhatja a Balatont, amíg azt otthon csinálja a négy fal között. Norbi viszont nem a Hihetetlen magazinra előfizetett éjszakás biztonsági őr, aki aztán Facebook csoportokban a haverjaival megdönti a háttérhatalmat, hanem egy celebritás, egy olyan celebritás, akit ma Magyarországon több mint 1 millió ember követ Facebookon, és ha jól néztem, nagyjából 400 ezer feliratkozója azért Instagramon is akad. Tehát, hogyha ő mond valamit, arra emberek tömegei odafigyelnek, és mivel ő egy hiteles figura a saját közegében, ezért azt el is hiszik. Ezért tartom fontosnak, hogy átbeszéljük azt, hogy miben is téved a nemzet fehérje tartaléka. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Hallod? Figyelj, te, hallod, pszt, figyelj már, mielőtt elkezdjük. Esetleg merchandising érdekel? Check Engine póló? Check Engine autóillatosító? Oliver Ramon autós illatosító? Vagy Yaris kulcstartó? Na, ha kéne, akkor irány a webshop. Ott találkozunk. Most pedig menjünk végig Norbi állításain egyesével. Már be is ízítottam a vonatkozó videót. A tudomány egy berögzött tévúton tartja az embereket, és akkor a hülyeség az egész kalóriaszámítás, mint a holdraszállás. Akkor a hülyeség az egész kalóriaszámítás, mint a holdraszállás. A kalóriaszámításhoz nem értek, ezért nem is nyilatkozom meg ezzel kapcsolatban. Figyeled? Viszont azért Hajdú Péter arca árulkodó. Hogyha már Hajdú Péter szerint is kellemetlen, amit csinálsz, akkor el kéne gondolkodni azon, hogy sose szabad fullba nyomni a kretént. Te hisz a holdraszállásban? Miért te nem hiszed el? Én nem, majd megbeszéljük. Na, megbeszéljük. Most gondolj be, 68-ban. Oké. Kilőttek egy rakétát. Megszöztek vele a holdat. Így ment föl az űrbe ezerrel. Hol tudták a csillagászok, hogy a holdnak mekkora a gravitációs ereje? Nem tudták. De tudták! Tudták! Az meg! Már 1966-ban járt a hold körül amerikai szonda, ez volt a Lunar Orbiter 1. Ennek a segítségével vérték meg a hold tömegvonzását. Ennek a szondának a fedélzetén volt egy ultrastabil oszcillátor, ami adott a Föld felé egy ultrastabil jelet. A jelsűrűség változásából számítható a szonda röppájájának a változása, ebből pedig számítható az adott égitest tömege. És mivel az égitest mérete már ismert, ezzel számítható a gravitációja. Na most, ez nyilván csak a pontos meghatározáshoz kellett, csillagászati módszerekkel hozzávetőlegesen egyéb formában is kiszámolhatták már korábban, de én azon sem lennék meglepődve, hogyha az ókori görögök vagy az egyiptomiak már pusztán az árapály jelenségből kiszámították volna a hold tömegvonzását. Szóval Norbi, tudták. De ezt nem lehet megkérdezni, tehát ott voltak a holdon. Jó, persze, ott voltak, és amikor leszálltak, és vették az első holdra Neil Armstrong. Akkor egy külső kamera már ott volt. Szelfizni kellett tehát volna. Valaki már előbb a holdra lépett, aki fölvettem, akkor kiszállt az űrhajóból. Nem szállt ki valaki hamarabb, és nem egy stúdióban voltak. Na most, a létrától balra lévő leszálló rész szegmensen volt egy kinyitható elem, egy ilyen kallantyúval lenyitották, ezen pedig a kamera, ami élő képet adott, nyilván előre beállítva, élesre állítva, ugye ez egy nagyon ominózus pillanat, ennek a kamerának tényleg az volt az egyetlen szerepe, hogy élőképet adjon arról, ahogy Armstrong a hold felszínére lép, és ehhez hangolták be az eszközt. Ez amúgy egy Westinghouse fejlesztés volt, 10 FPS-sel rögzített, 320 soron. Becslések szerint
650 millió ember nézte végig, ami egy kifejezetten durva szám annak tükrében, hogy 1959-ben a Föld lakossága mindössze 3,6 milliárd fő volt. Amúgy később már színes kamerát is használtak, az érzékelő előtt forgattak egy tárcsát, amin a három alapszín, piros, zöld és kék volt, másodpercenként 10-szer, és ez így keletkezett képsorozatokat, három szint, három külön adatcsomagra vették, és ezeket közvetítették egy szinkronjel segítségével a NASA irányítóközpontjába, ahol ezt megfelelő filterek használatával összeállították színes képé. A fotózásból ez egy ismert eljárás, nagyjából házilag is reprodukálható, bár az igaz, hogy a színes képtovábbítás már csak az Apollo 12-nél jött össze, a 11-nek a leszállását, tehát az első holdra lépésnél csak fekete-fehérben nézhettük. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a leszálló egység az így képen nézegetve nem tűnik egy különösebben nagy gépnek, de 9x9 méter az alapterülete, tehát elhelyezhető rajta úgy egy kamera, hogy az abból kiszálló ember az egy szép, grandiózus képet kapjon. Menjünk tovább. Meg lobogott az ászló a Holdon, mikor nincs a Holdnak légköre. Mi lobogtatta, az űrszél? Vagy a ventilátor? Nem, Norbi, az ászló nem lopogott, de abban igazad van, hogy a Holdnak nincs légköre. Ez az ászló mellesleg valószínűleg az egész Hold program legolcsóbb alkatrésze lehetett, mert az amerikai kormányzati beszerzések katalógusából lőtték $5, és a hozzátartozó ellalakúbás szerkezet sem került többe $75. Erre azért volt szükség, mert, mint ahogy azt professzor úr elmondta, a Holdnak nincs légköre, ezért egy vízszintes pálcát helyeztek el fölül, a zászlóra vartak egy zsebet, belehúzták, így megőrizte azt az alakját, ahogy a Földön látnánk egy lobogó zászlót. Mivel erőltetve szúrták le a Hold felszínére, ezért igen végzett valamiféle mozgást, és gyűrött maradt az anyag, ezért hiszik sokan azt, hogy lobogott. Nem lobogott. Tényleg nem. Amúgy érdekesség, hogy az űrhajósok abban a ruhában, amiben mozogtak a Hold felszínén, mindössze csak 71 centi mélységig, valamint 170 centi magasságig tudtak elérni a kezükkel, volt egy ilyen szög, amiben dolgozni tudtak, és úgy kellett megtervezni ezt az egész szerkezetet, hogy kezelni tudják, amikor felállítják a zászlót. Mostanra valószínűleg a szüretlen napsugárzás teljesen tönkretette a festéket, szárazra fehérre szívta, fehérre fakította a Holdon hagyott zászlókat, ugye több zászlót is ott hagytak, tehát úgy néz ki, mintha a franciák jártak volna ott. Amúgy a 2009-ben készített felvételek alapján szinte biztosnak mondható, hogy a Holdon hagyott 6 zászlóból 3 a mai napig áll. Ugye ezt onnan tudta megvizsgálni a Lunar Reconnaissance Orbiter, hogy árnyékot vetettek, hiszen fölülről vizsgálva túl kicsi ezeknek a keresztmetszete, hogy láthatóak legyenek, de az árnyék kiadja a zászló formát. És azóta miért nem volt senki a Holdon? Voltak. Még 5-ször. Az Apollo 11 után még 5 misszió jutott el a Holdra, ugye lett volna egy 6. is az Apollo 13, de ott ugye a meghibásodás miatt egy mentőakciót kellett végrehajtani, vissza kellett hozni az űrhajósokat a Földre. És több szovjet szonda leszállt, és voltak olyan szovjet szondák, amelyek visszajöttek a Földre úgy, hogy még hoztak magukkal kőzetmintákat is, de ugyanezt a közelmúltban megismételték a kínaiak is 50 évvel ezelőtti szovjet teljesítményt. Szóval voltak. Én nem hiszek a holdaszállásban, de mondom, én nem vagyok százas, tehát én nem hiszek a holdaszállásban, tehát én sok mindenben hiszek, a holdaszállásban nem hiszek. Jó. Neil Armstrong. Na nézzük meg. Na nézzük meg. Mi hajtja a rakétát? A tolóerő. A tolóerőhöz mi kell? Közeg. Közeg, az meg tényleg. Szóval, amit ezekben a küldetésekben használtak rakétát, az a Saturn 5 volt. Egészen a közelmúltig a világ legnagyobb és legerősebb sorozatban gyártott rakétája volt, mert a szovjetek ugyan megépítették az energiát, aminek nagyobb volt a tolóereje, ám egyrészt nem került sorozatgyártásba, másrészt nem volt képes ennyi hasznos terhet cipelni a világűrbe. És a Saturn 5-ből meg elkészült 13 darab. Most tényleg a SpaceX-féle Starship tudta csak túllicitálni, a Super Heavy 7,5 meganewtont ad le, ez nagyjából a 2,5-szerese annak, mint amire
a Saturn 5 képes volt, itt 3,4 millió kg túlóerőről beszélünk. A Saturn 5 az indítás pillanatában amúgy másodpercenként 15 tonna üzemanyagot égetett el, 5 darab Rocketdyne F1 típusú hajtómű mozgatta, és az első fokozat, csak hogy érezzétek a léptéket, a számokat, 770 ezer liter kerozint és 1,2 millió liter cseppfolyós oxigént vitt magával. A második fokozat 984 ezer liter folyékony hidrogénnel, valamint 303 ezer liter folyékony oxigénnel üzemelt, és még héliumot is vitt magával, azért, hogy a leülülő tartályokat nyomás alá helyezhessék, ne lépjen fel bennük vákum. És harmadik fokozat is hidrogénnel, valamint oxigénnel üzemelt, igaz, mert jóval kevesebben. Szóval Norbi, éghető anyagokat magával vitte, és nem volt szüksége közegre, jelentsen az akármit is. És hogy hogyan halad az űrben, Newton 1600-as évek, hatás-ellenhatás, ez már tényleg általános iskolás fizika. Ez lehet egy stúdiófelvétel is, nem? Tehát oké, megy ezerre egy rakéta a hold felé, eltalálja. Hogy lassít le? Hogy száll le? Na hogyan? Egy rakétahajtómű tolóerőt fejt ki, deltavét tud előállítani, vagyis sebességváltozást. És teljesen mindegy, hogy te ezt egy test gyorsítására vagy lassítására használod. A leszálló egységet amúgy Armstrong kézirányítással tette le, ám nem tudta egyszerre figyelni a domborzatot, valamint a műszereket, ezért a röppája adatokat Aldrin olvasta be neki, ő pedig navigált. A landolás után, tehát miután letette a leszálló egységet, mindössze 20 másodpercre elég üzemanyag maradt a leszálló egységben, és Armstrong olyan finoman, olyan precízen landolt, hogy azok a teleszkópok, amiknek csillapítania kellett volna a lehoppanást, egyszerűen nem mozdultak be. Ezért láthatjátok, hogy amikor Armstrong ilyen óvatosan kibilleg az utolsó létrafok után, rendesen ugrania kell egyet, hiszen a mérnökök azzal számoltak, hogy a talpak majd összeülnek, ezek a teleszkópok majd összeülnek, és akkor tényleg csak egy kis lépést kellett volna megtenni, viszont mivel intakt állapotban maradtak, ezért Armstrongnak le kellett ugrania az alsó létrafokozatról. Tehát tényleg kis hajtóműveket használva szépen lefékezett és lenavigálta a hajót. Ez a holdjáró. Az. Ha már a holdjáró. Valószínűleg itt Norbi és Peti egy összeállított ilyen highlights videót nézett, ugyanis az Apollo 11 még nem vitt magával a holdjárót, ez csak az utolsó három missziónál vált lehetségessé. És a holdjárónak amúgy van magyar kötődése, hiszen egy magyar mérnök vezette a fejlesztést, bizonyos Pavlics Ferenc, ő 95 éves és a mai napig él az Egyesült Államokban. És így száll föl a Holdról. Ki maradt ott a Holdon? Ki vette föl, hogy felszáll az űrhajó? Ott adtak egy kamerát? Ami adta időadásba a Földre 68-ba? Nem is egy kamerát, igazából több kamerát, amik akkumulátorokról üzemeltek, és amikor ezek az akkumulátorok lemerültek, akkor egyszerűen megszűnt a jeltovábbítás. Mellesleg ennél sokkal értékesebb dolgok is ott maradtak, a mai napig megtekinthetőek megfelelő felszereléssel. Nyilván ezen dühöngeni nincs értelme, ezen vitatkozni nagyjából olyan, mint hogy a Föld lapos-e, a Föld sem lapos. És akkor most jöjjön néhány érv amellett, hogy miért nem lehetett ezt az egészet elsvindlizni. Tehát élőben több millió ember megnézte azt, hogy egy 3000 tonnás rakéta egy 600 méteres lángoszloppal felszáll. Tényleg a Translunar Injection-t azt még Hawaii-ról is kontúrosan látták. Több millió ember látta, hogy ez az irgalmatlan fénycsóva ott repül az égen, tehát hogy erre képesek vagyunk, de akkor a Holdig már nem megyünk el, tehát csinálunk egy ilyen méregdrága tűzijátékot, de aztán a Holdig már nem megyünk el. Aztán az is igaz, hogy azok a kutatócsoportok, amik ma eljutnak a Holdra, a kínaiak, ugyanígy csinálják. Finomodnak a módszerek, fejlesztik a technikát, de az alapja a holdutazásnak még mindig az, amit a 60-as évek végén az amerikaiak megvalósítottak. Aztán ott van az is, hogy hogyan tudták volna titkolni. A Szovjetunió akkora pénzt tolt bele az űrversenybe, hogy részint ebbe rokkant bele a szovjet gazdaság. Biztosak lehetünk benne,
hogy tényleg az utolsó háztáji hobbista távcső is a Holdat kémlelte 69-ben, arról nem beszélve, hogy ezek az ürügynökségek hidegháború vagy ide vagy oda kommunikáltak egymással, információkat osztottak meg, kőzetmintákat cseréltek. Nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió meg akarta nyerni ezt a versenyt, és hogyha a legkisebb esélyük is meg lett volna az, hogy meghazudtolják Amerikát, vagy borítsák a bilit, hogy azt mondják, hogy ez csalás volt, akkor nyilvánvalóan megtették volna. De nem tették meg. Vajon miért? Tényleg inkább belerokkannak az űrversenybe? Harmadrészről, ezen a projekten 400 000 ember dolgozott közvetve vagy közvetlenül. 400 000 embernek nem tudott befogni a száját. Hogyha ez kamu lett volna, ha megrendezték volna, akkor annak ki kellett volna buknia. És hát szeretném hangsúlyozni, az ember járt a Holdon. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem azzal van a baj, hogyha te nem vagy képben a Holdra szállással, és az sem baj, hogy nem ismered az elemi fizikát, és az sem baj, hogyha nem vagy képben a történelemmel. Azzal viszont már nagyon komoly baj van, hogy valaki ekkora plénum előtt úgy mond hülyeségeket, hogy a követői számára az ő szavának hitele van. Tehát én sem nyilatkozom a fociról, mert annyit tudok róla, hogy két ember fejenként egy ütővel játsz a salakos pályán, és az nyer, akit nem káóznak. Szóval higgyétek el, hogy az ember járt a Holdon, ezt nem a háttérhatalom mondja, hanem minden létező megcáfolhatatlan tény. Vagy, hogyha nem járt a Holdon, akkor csak az opció játszhat, hogy Stanley Kubrickot kérték fel a Holdra szállás megrendezésére, de Kubrick a maximalizmusa miatt ragaszkodott az eredeti helyszínhez, szóval el kellett menni hozzá a Holdra. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és most már tényleg következik a bűnözők horrádó.